a digitális jegybankpénz, mind a digitális állampolgárság egy olyan új diktatúrát készít elő, ami a mai fogalmaink szerint szinte felfoghatatlan. Lényegében a pokol kapuit nyitották ki az emberi szabadságra, vagy próbálják kinyitni. A magyar kormány is élen jár ebben, erről többször is beszéltünk már korábban Andrással is ezzel kapcsolatban. Van ennek egy hagyománya, hogy embereket ne lehessen beazonosítani, azonosíthatóvá tenni ugye valakik által, egy másik hatalom által. Ugye a rendszerváltozás idején volt az egyedi azonosító, és az egyik első lépés volt a rendszerváltozás idején, hogy ezt kivezették, arra hivatkozva, hogy ne lehessen összekapcsolni bármilyen adatot, hogyha valaki elment ügyintézni, akkor az egyedi azonosító ne szolgálhasson bármilyen rossz hagyomány forrásává. Most pont ennek az ellenkezője történik, tehát egy újfajta diktatúra épül ki ezzel kapcsolatban, és megnéztem a bejelentésnek a dátumát, amikor ugye jövő héten kerül most a parlament elé, és megnéztem, mi történt aznap vagy azelőtt a nagyvilágban. Erről majd talán hétfőn írok a Magyar Jelenbe egy cikket. Ugye Bill Gatesék előtte való nap, tehát hogy november 7-én bejelentettek valamit, amiből felolvasok 3-4 sort, csak hogy lássuk, kapcsoljuk össze a magyar kormánynak a lépését, a magyar kormánynak a mozgását a globális folyamatokkal kapcsolatban. Tehát Bill Gatesék, maga Bill Gates azt jelentette be, hogy jön a, ők is szorgalmazzák a digitális személyigazolványt, ami, idézem, kötelező lesz a társadalomban való részvételhez. November 8-án egy virtuális bevezető eseményre került sor, az úgynevezett 50 az 5-ben. Ahonnan idézek most, azzal, hogy bárki tudjon utána nézni, az az 50in5.net oldalról van, de majd ezt be fogom linkelni. És akkor két mondatot szeretnék ebből idézni. Az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Bill és a Melinda Gates Alapítvány, valamint a Rockefeller Alapítvány partnerei kampányt indítanak a digitális azonosító, a digitális fizetések és az adatmegosztás elterjedésének felgyorsítására 50 országban a digitális nyilvános infrastruktúra égisze alatt 2028-ig. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja bejelentette, hogy 2030-ig világszerte bevezeti a digitális azonosítókat, amelyek kötelezőek lesznek a társadalomban a való részvétel tekintetében. Most van még ennek egy hosszú egyéb indoklása ezzel kapcsolatban, tehát hogy ez egy globális kezdeményezés, láttuk ennek már nagyon sok elemét, illetve azt is tapasztaljuk, hogy a készpénz visszaszorítására milyen energiák mennek. Aki nem hisz, vagy aki hitetlenkedve tekint erre, akkor vigyázó szemeiket vessék nyugodtan Kínára, ahol már a társadalmi típusú kreditrendszer keretében minden adatuk össze van kapcsolva az állampolgároknak, és szankcionálásra is felhasználják, tehát hogyha valaki nem tetszik, akkor egy utazási eseményből is ki tudják zárni, tehát a lehető legdurvább diktatúrát készítik el. Én röviden csak ennyit szerettem volna így felvezetőként mondani.